Sziasztok! Egy pisztolángos légy megkötését szeretném bemutatni. A holog, amit ehhez használok, az egy 12-es méretű, kétszeresen hosszú szárú szárazlegyes holog. Ezt befogjuk a satuba. Rögzítjük. Légy megkötéséhez egy 8-as méretű tan színű kötözőcérnát használok, amit a holokfej után 5-7 mm-re néhány tekerésre rögzítek a holokszáron, majd a fölösleges cérnadarabot levágom. Ugyanitt rögzítjük a bordázatot, amihez egy ovális keresztmetszetű small méretű aranyszínű Unifrench tinszel bordázatot használok. Ezt fej után néhány tekeréssel rögzítek, majd a holokszál teljes hosszán annak végéig. Itt rögzítjük a farokszegmenseket, amihez egy Microfibers nevezetű vékony rugalmas műanyag szálakat használok. 4-5 szálat. Ezeket rögzítem a holokszál tetején, farok résznél, 1-2 tekeréssel, majd beállítom a megfelelő hosszat, majd megegyezik a test hosszának másfél kétszeresével. Ezután rögzítjük a holokszál teljes hosszán a test fej felőli kezdetéig. Itt a fölösleges szálakat levágom. Visszavisszük a célnát a farok részig, ahol rögzítjük a testanyagot, amihez egy tan színű pulyka biot szálat használok. Ezt rögzítem, majd a célnát elé viszem a test kezdetéig. Ezután elkezdjük kialakítani a testet, a rögzített pulykafalok, pulykaszegmenset. Tolcsipeszt befogjuk, majd elkezdem feltekerni a holokszálon.
szépen egymás mellé. Egészen a test kezdetéig, ahol néhány tekeréssel rögzítem, majd a fölsőleges darabkát levágom. Ezután feltekerjük a bordázatot a már kialakított test körül. Amit a fej után szintén rögzítünk néhány tekeréssel. Fölösleget levágom. Ezután következik a szárny bekötése, amihez két darab téglavörös színű CDC tollat használok. Ezeket egymás tetejére helyezem. Majd a horog fej után néhány tekeréssel rögzítem. Úgy, hogy a ne közvetlenül a holokfej után rögzítjük, hanem attól hátrább 1-2 mm-re. Majd rögzítjük a CDC tollakat egészen a test kezdetéig. Ezután következik a gallér kialakítása, amihez grizzly mintázatú olív színű kakasnyaktollat használok. Ezt rögzítem a két CDC tól közötti szabad résznél. Majd elkezdem feltekerni a kakastollat fejtől farokrész irányába, úgy, hogy a feltekert rétegek között szabadon hagyunk egy milliméter széles részt. Azért kell, hogy miután hátra mentünk egy réteg tollal, annak feltekerésével a vissza felé tekerésnél ezek a rétegek
szabadon hagyott részbe kerüljenek. Miután visszajöttünk a toll feltekerésével a fejig. Két-három tekeréssel rögzítem. Ezután bevágok. Hátra húzom a fejfelül CDC tollat. Ennek tövébe kialakítom a fejet. Ezután végkötéssel elkötöm. Kézzel kissé meghúzzuk a bogot, célnát. Levágjuk. Ezután levágjuk a farok résznél lévő CDC toll végét, úgyhogy a rögzítés felett 2-3 mm-re. Ezután hátra húzzuk finom szegmenseket, a vastagabb torszát pedig levágjuk. Megigazítjuk tűvel a gallért. És kész is van a legyünk. Jó szórakozást az elkészítéséhez! Sziasztok!